Az iskola beruházás alakulásával kapcsolatban adott tájékoztatást képviselői kérdésre Félegyházi András polgármester a március végén megtartott önkormányzati ülésen. Elmondta, mivel nem az önkormányzat a beruházó, hanem a nemzeti sportközpontok, a tőlük kapott információkat tudja csak továbbítani. Egy műszaki dokumentáció hiányzik ahhoz, hogy az építkezés folytatására vonatkozó közbeszerzési eljárást el lehessen indítani. Tudomása szerint ez az árazatlan költségvetés március végére elkészül, és azt követően egy-két héten belül írják ki a közbeszerzési eljárást, mondta a polgármester. Szerencsére a nemzeti sportközpontoknak sikerült elkerülnie azt, hogy egy hosszú jogi procedúra után lehessen csak a munkaterületre belépni. A kivitelező levonult, és már az NSK őrzi a területet. A polgármester elmondta, hogy várhatóan többletforrásra lesz szükség, amelyet az előzetes információk alapján megkap majd a beruházó.